Állami kitüntetéseket, elismeréseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából augusztus 17-én a Bálna Honvédelmi Központban. A díjazottak között volt a Paksi FC ügyvezetője Haraszti Zsolt, aki magyar ezüst érdemkeresztet vehetett át a hazai labdarúgás keretében végzett több évtizedes szakmai tevékenységének elismeréseként. Nagy elismerés számomra is, de azt gondolom, hogy a klubunknak is. Tehát nagyon sok sportvezető felhívott az országból, aminek külön jól esett. És hát mindegyik jelezte azt, hogy egyrészt jó helyre került, a másik pedig az, hogy a Pakson, amit csinálunk, az egy követendő példa nagyon-nagyon sok klubnak. Én azt gondolom, hogy egyre többen próbálják meg ezt lemásolni vagy átalakítani, akár itt a közelben Kecskeméten is egy hasonló alapokra indul. Haraszti Zsolt játékosként került Paksra 1988-ban. Később edzőként és technikai vezetőként is tevékenykedett. Vállalkozóként is dolgozott, de a labdarúgástól sosem szakadt el. Ami szerencsénk volt, hogy időben 23 éve megkaptuk a Paksi FC-n, vagy akkor még a PSG-nek a labdarúgó szakosztályát, újra lehetett építeni, ugye azért eléggé nehéz időszak után, és akkor onnantól kezdve viszont indult egy sikertörténet. 5 év alatt felmentünk NB1-be, 4 osztályt menve, és akkor utána pedig indult azóta is 18. évet kezdjük el zsinórba az NB1-be, amit nagyon kevés klub mondhat el, arról nem beszélve, hogy szerintem már egyetlen olyan sportvezető sincs a szakmánkban, aki akkor elkezdte velünk, és még mindig aktív, és NB1-be van persze, mert van egy-kettő, aki NB2-ben. Haraszti Zsolt többek között beszél a karrierjének kezdetéről, a Paksi FC csapatról és az utánpótlásról is a lelátóban. A sportmagazin visszanézhető lesz a Telepaks YouTube csatornáján.